Következzék a korabik szeget 3,5 évre megszerzett új igazolású játékosa, Jonas Sán. Köszönöm szépen! Tavaly nyáron is felvettük a kapcsolatot a Jonasnak a menedzser irodájával, akkor is képbe voltunk, akkor még sajnos ez a deal nem tudott összejönni, viszont most olyan szerencsésen alakult a helyzet, olyan szerencsésen alakult a mi lehetőségünk, hogy fél évtől most már a sorainkban tudjuk Jonaszt, aki azt gondol, hogy nagy erőssége lesz a csapatunknak, lehet a csapatunknak. Es un extremo alto, que puede defender muy bien en el 2, nos puede permitir que nuestro central esté en su lado natural, ¿no? En el lado izquierdo, al su lado. Egy nagyon magas szélső, ami nekünk annyiban tud segíteni, hogy az irányítónak most már a saját felén tud védekezni, ami eddig nem így volt, mert nem tudtuk összetenni így a védelmet. Igual él es uno de los mejores avanzados por sus desplazamientos y por lo grande que es. Y bueno, ahora con la ausencia de Roberto, entre Curte y él, pues entre los dos nos pueden ayudar a que la defensa 5-1 pueda estar a un buen ritmo todo un partido. Ő biztos abban, hogy ő a világ legjobb zavarója, és nagyon magas és nagyon gyors ember, úgyhogy ő, mint Vadkerti Attila, rengeteget fognak nekünk tudni segíteni ebbe az 5-1 védelembe, és nagyon fontos ember nekünk a szisztémában. Amikor otthonról elköszönt, akkor mit mondott, hova megy, hogyan búcsúzkodott? Hát nem nagyon örültek anyukája és apukája, persze 7 hónapos gyereke van, és úgy gondolták, hogy az egy évet ott fog maradni Svédországban, és nem nagyon tetszett nekik, de hát azt mondja, hogy ilyen a sport élet, és ő úgy gondolta, hogy egy komolyabb szinten kellene folytatni a kézilabdát, és úgy gondolja, hogy jó döntés hozott, és hát ez most Magyarország. Mit tudott eddig az országról és Szegedről? Hát Magyarországról nem sokat tud, volt itten játszani, persze Veszprém és Szeged ellen, ismeri a Szegedet 2-3 napja, nagyon tetszik neki, és azt hallotta, hogy a kaj is nagyon finom, hát majd meglássuk. A PIK Szegeden belül milyen céljai vannak, mivel lenne elégedett mondjuk 3,5 év múlva? Céljai ugyanazok, mint a csapatnak, csak persze mindent meg fog csinálni, hogy rengeteget tudjon segíteni nekünk a csapatnak. Úgy gondolja, hogy egy másmilyen játékos, mint a többi balszélső, mert hát lássátok, hogy elég magas, és tud nagyon jól játszani a támadásban is, a védekezésben is. Befutott, amikor fut a másodikra, akkor is nagyon jól érzi magát ottan, úgyhogy biztos abban, hogy a tapasztalatjával tud majd nekünk sokat segíteni. Le puede lanzar este fuera y tengo varias cosas ahí y lo voy a hacer lo máximo para ayudar a Szeged, por supuesto. Héten 2 fontos megmérettetés is vár már rá, ugye a Csurgó, és aztán a hétvégén pedig már az EF kupában a Nantes ellen, ő hogyan adatolgatja az esélyeket? A Csurgót nem ismeri, hát nem játszott itten Magyarországon, de ma lesz az első edzése, mindent meg fog tenni, hogy minél előbb beilleszkedjen a csapatba, hogy meglássa, hogy gondolkozik a csapat. Biztos, hogy nagyon nehéz, 2 meccs vár ránk, de hát PIK Szegednek is nagyon komoly csapata és jó csapata van, úgyhogy ha meglássuk, hogy mi lesz a vége. Hagyj kérünk tőle egy kis segítséget, hogy a magyar nyelvnek az ő neve nem könnyű, hogy mondja ki nekünk helyesen, hogy jól meg tudjuk jegyezni. Jonas Schellmann. Schellmann. Schellmann.